Nem akarsz velem beszélni? Nem akarok. Miért? Beszéljünk vele. Hány éves is vagy te? 22. Te lőttél a németekre? Nem lőttem. Szóval most vagy hős, amikor állami forradalmár lehetsz? Állami forradalmár? Jó. Miért nem így mondod, most vagy hős, amikor itt vannak az orosz tankok? Nem. Én ezt nem mondom. Engem tényleg felszabadítottak. Te ki vagy? Egy évig hordott sárga csillagot. Tudod, mi az? Minden hatodik életévét betöltő zsidó személy, nemre való tekintet nélkül, köteles házon kívül felső ruhadarabjának bal mer részén jól láthatóan 10x10 cm átmérőjű szövet, selyem vagy bársonyanyagból készült kanári-sárga hatágú csillagot viselni. Te ezt honnan tudod? Megtanultam. Én tanítottam meg rá. Most. Szó szerint. És akarod, szó szerint elmondhatom neked Vitéz Jáni Gusztáv vezérezredes hat parancsát. Tudod, hányan maradtak ott? Tudom. Légy szíves, mondd a nevedet. Amner Figyes. Te is. Kislászló. Te is. Étel Ártam. Te is. Fekete Nagy Zoltán. Az emberek akkor is tehetetlenek, ha mesztelenek, akkor is, ha egyenruhában vannak. És a reverenda? Nem teszek különbséget. Na gyertek itt! Utálom a terrort. Hová való vagy? Győri voltam. Apád mi? Orvos volt. A tiéd mi? Paraszt? Paraszt volt. Most főispán. Egyébként én is utálom a terrort. Akkor legalább ebben egyetértünk. Talán más-más hozzáállásból. A terror visszahat arra, aki gyakorolja. Filozófus vagy. Lenne azért egy megjegyzésem. Hogy állunk azzal a Szent Inkvizícióval? Szereted a Gregoriánt? Szeretem. Akkor gyere velem. Hallasz valami szépet. Ha cinikus lennék, azt mondhatnám, hogy szerencséd volt, amiért üldöztek. Egy üldözött olyan felismeréseket kap készen, amelyeket mások nagyon nehezen szereznek meg. Képzeld el, hogy annak, aki a hatalomban van, milyen nehéz tisztességesnek maradni. Mennyivel egyszerűbb lenne, ha most lerohannánk benneteket? A hatalom a mi kezünkben van. De a világtörténelemben ez az első olyan hatalom, amelyik tisztességes. Lehet, hogy nagyon okos, amit mondasz, én ehhez nem értek. De egy kicsit nevetnem kell rajta. Nehogy azt hitt, hogy nekem könnyebb, mert engem üldöztek. Mert opozícióban voltam, vagy vagyok. Egyébként nem is vagyok opozícióban. Nem vagyok vallásos, tanulni akarok, biológus leszek, és ez egy jó gimnázium. Szóval ezért vagy itt? Ők mentettek meg. Bújtattak. De nem vagyok meg ő. És nem szeretem. Nagyon nem szeretem a hitvédőket. Jó lesz a borra, jó lesz majd a sári lányomnak odalmára.